A FUDAK, azaz a Magyarországi Német Írók és Képzőművészek Társasága eddig két alkalommal érkezett Dunaharasztira. A következő percekben mindkét eseményről láthatnak egy rövid képes beszámolót. Először 2018-ban az éves közgyűléssel egybekötött kultúrprogramon várták vendégeiket a szervezők, amelynek keretein belül az Egyesület művészeinek festményeit mutatták be német nyelvű olvasmányok és dalok kíséretében. Azok számára, akik a korábbi összművészeti programról lemaradtak, most Macon Ákos, Munkácsy Díjas képzőművész segítségével felelevenítjük, mit is jelent a FUDAK, és kik alkotják ezt a társaságot. A FUDAK az Verband Ungar Deutsche Autoren und Künstlernek a rövidítése, gyakorlatilag a magyarországi német íróknak és német képzőművészeknek egyfajta társasága, szövetsége. És ez még a 70-es évek vége felé kezdett formálódni, amikor a német származású Magyarország különböző részein élő írók, irodalmárok, újságírók, költők a gondolataikat, illetve az itt élő vagy itt maradt németséggel történteket akarták valamilyen írásos formában, tehát irodalmi szinten megörökíteni. És akkor később, egy-két évvel később, a képzőművészek is rádöbbentek, hogy ez egy lehetőség, és akkor ők is megalakították a saját maguk kis csoportját, és akkor ezek szépen kifejlődtek, és akkor ebből lett végül is a 80-as éveknek ugye a közepe felé ez a bizonyos FUDAK-nak nevezett társaság, két szekcióval, a írók és a képzőművészek. Az írók azok bizonyos fokig lokális szinten maradtak, nem a minőségüket, illetve nem az érdeklődési kör, tehát amit ők elérnek az irodalmukkal, ugye, mert ez kimondani egy német és a magyarországi németséget érintő irodalmat csinálnak. A képzőművészek viszont be vannak teljes mértékben tagozódva a magyar művészeti életnek a élvonalába. Tehát ezt lehet róla röviden elmondani. Na most ez a társaság, ez hát eléggé életképes, de sajnos, mint minden társaságra, részben az előregedés jellemző, és hát ennek a megújítása zajlik most éppen napjainkban. Tehát a ráncaimat ez növeli, hogy új tagokat, fiatalokat kell folyamatosan találnunk, akik ezt az ambíciót követik. Azt is megtudhattuk, milyen szempontok szerint állítanak össze egy a szervezetet bemutató kiállítást, és ez milyen tekintetben hasznos az Egyesületnek, illetve a tagoknak. Tulajdonképpen ilyenkor mi teljesen szabad járra hagyjuk a művészeket, tehát semmi előzetes instrukciót nem adunk nekik. Vannak tematikus kiállításaink, amiknek adunk egy bizonyos címet, és akkoré kéne vagy kell szervezni a gondolatokat, illetve a műveket, de itt ilyenkor nincsen. Tehát itt tulajdonképpen az a cél, hogy minden művész azt mutassa meg magáról, amit önmagáról jellemzőnek tart, vagy sajátosnak, amit bemutathat. Tehát, hogy megismerje. Most a Dunaharasztiban speciál, ugye még ők nem voltak, én voltam egyszer-kétszer, de mint művész nem. Tehát ez a lehetőséget megadják a közönségnek, hogy megismerjék, hogy XY milyen irányban törekszik festeni. Na most hát a festészet azért gyönyörű, mert annyira sokféle lehet, hogy hát itt mindenkinek meg van, vagy lehet, megtalálhatja a helyét. Egyrészt itt a FUDAK művészei azok önálló, szuverén művészek, akik saját maguknak is van egyéni karrierjük. Nem mindegy az, amit most mondtam, mert van olyan művész, aki a FUDAK segítségével tud még ismertebb lenni, és van olyan, aki pont fordítva, aki a FUDAKot segíti azáltal, hogy ő egy híres művész, és a FUDAKban is kiállít. There.
második alkalommal ugyan közgyűlést nem tartott a szervezet, azonban kellemes zenei aláfestés mellett egy kiállítás megnyitó és számos irodalmi mű várta a közönséget. A néhány napja megnyílt tárlat a Fudak képzőművészeti szekció 25 éve elhunyt alapító elnökének, Adam Misnek a festményeit vonultatja fel és állít emléket. Az este folyamán közreműködtek többek között Sut János, a Fudak elnöke, Wolfart János és Valentin István is. Tisztelt hölgyek, urak, kedves barátaim, először is szeretném megköszönni ezt a lehetőséget, hogy itt ebben a gyönyörű Lafayette kúriában ismét felléphetünk. Ezután a Zeiträume párra, ez egy album, majd lent meg fogom mutatni. A lényege az, hogy a képzőművészek és alkotók, írók, költők dolgoznak együtt a Fudak keretén belül, 1992 óta, és a képzőművész szekció alapító elnöke Adam Mis volt, akivel létrehoztuk tulajdonképpen ezt a egyesített szövetséget, a Magyarországi Német Írók és Művészek Szövetségét, rövidítve Fudak, és kezdetektől ez volt a célunk, hogy közös fellépéseket biztosítsunk, irodalom, képzőművészet és zene. Emlékkiállításon illendő annyi tiszteletet megadni a művésznek, hogy nem csak az alkotásait csodáljuk meg, hanem a saját szavaival próbáljuk megérteni a művészetét. A következő idézetek abból a portréfilmből származnak, amelyet Meyer Réva és az Unzerbildschirm stábja készített 1993-ban. Idézem. Kezdettől fogva fontos volt, hogy képeim alkotó elemeit nem a vizuális szférából merítem. Nem vagyok ábrázoló művész, képeket alkotok, melyeket szembesítek a világgal, egyben gazdagítani is akarom velük persze a világot. Így jött létre valami eltérően új. A művészetben mindig vannak általános érvényű tendenciák. Ezeket el kell ismerni, és én el is fogadom őket. Idézet vége. Pályájának a 70-es évek végéig elkísérő tendenciáját a neokonstruktivizmus váltotta fel egy kevésbé szigorú, szabadabb, exkluzív, expresszionista stílus. Milyen mélyreható gondolatokkal jellemezte ő ezt a körülbelül 1982-től 1994-ig tartó korszakot, amelyből egy válogatást látunk itt Tunaharasztiban. Idézem. Ezek a párhuzamosan futó vonalak mindig alulról felfelé futnak. Ez egy bizonyos felfelé való törekvés. A tárgyak szellemiségét keresem, úgy szintén a színek esetében. A párhuzamosan futó vonalok megtörik a színes tereket, és ez egyúttal feszültséget rejt magában. A fent a szellemiség világa, amit a színekkel is kikívánok fejezni. A transzcendentális teret tehát. A képeimen nagyon kevés színt használok. Sárga, kék, fekete, fehér. A sárga valamennyi transzcendentalitást is hordoz.